Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem jóslásokat. A díjam minden esetben 4000 forint. Itt ez a cica kártya a mi kártyánk, illetve a férjem készítette. Ez az ő ötlete volt, az ő képei, tehát ő készítette ezeket a cica kártyákat. Itt németül van írva ez az üzenet, de lefordítom. Itt a központi téma most keiner liebt mich, ami magyarul azt jelenti, senki nem szeret engem, senki nem kedvel engem. Az lehet, hogy ez most a te hangulatod, de az is lehet, hogy ő siránkozik, és ő mondja azt, senki nem szeret engem, és megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen, mi segít, vagy hogyan változnak a dolgok. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt előtted megjelenik a nap, megvan ez a kisugárzásod, ez a melegség, és te tudatni fogod vele, igen, én szeretlek téged, vagy igen, én kedvellek téged. Itt lesz egy szerencsés fordulat, azon kívül a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, meg az igazságot is, mert ez napfényre kerül, tehát ti beszélni tudtok erről a témáról, ami vagy téged szomorít el, vagy őt szomorít el. Itt látható a kassa, és a kassa el tud vágni valamit. Mégpedig a kassa eltünteti ezt a hangulatot. Oh, senki nem kedvel engem. Tehát ez elmúlik. Amit a kassa még jelent, hogy történik valami, egy meglepetés, ami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz erre. És itt látható egy szerencsés fordulat. Itt megjelenik ez a férfi, és mivel mindketten megjelentek itt a kivetésnél, te is, és ő is, amennyiben te egy hölgy vagy, az azt jelenti, hogy összetartoztok. Ő gondol rád, közeledik hozzád, te segítesz neki, megvan a vonzalom kettőtök között, sőt, itt a virágcsokor jelenteti a te szépségedet, ezt a vonzalmat, vagy lesz egy jó hír, lesz egy kellemes meglepetés. És itt a fa jelenti a gyógyító erőt, itt rendeződnek a dolgok, meg lesz a biztonság érzete a párkapcsolatban, ahol le tudtok gyökerezni. Itt látható egy hír, tehát vagy ő ír neked, vagy te jelentkezel nála, itt van a szerencse, sőt újra látható ez a szerencse, tehát egy jó hír érkezik hozzád, vagy hozzá. Ami a munkát, hivatást illeti, akkor ez a levél lehet egy bizonyos szerződés is, és a kasza jelenthet munkahelyi változásokat. És ez volt a szerelmi jóslás. Írd le a véleményedet a kommentárba. Azt is leírhatod, hogy tetszette ez a cica kártya. Akarod-e azt, hogy többször mutassam ezeket a képeket? És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon,
Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!